A Panna Csajok stb. Mai adásában egy csodálatos anyalánya duó. Szerpusztok, Rubin Tréka és Robert Lara. Nagyon Panna. Örülök, Szia. Hogy itt vagytok, mert úgy lenne az igazi, ha itt lenne az én lányom, aki Igen. kb. Annyi idős, mint te. És hát ugye mi Rékával nagyon régről ismerjük egymást. Hát fel tudjuk idézni, hogy mikor? Egy éve hát, talán. 21. Szerintem még Lara meg sem született, amikor jártunk hozzátok reggeli műsorba. Igen, biztos, hogy nem, vagy akkor ő született, tehát ilyen 2002-2003, mert ugye ő 2003-as, uh-huh. és 2002 körül járkáltunk a kutyánkkal, Szultikával a reggeli műsorba, és igen, tehát ott szerintem egy 20-21 éve ismerjük egymást, az egészen biztos. És az a jó, hogy semmit nem öregettünk. Oké, okay. Jól hangzik minden esetre. Amikor ilyeneket hallasz, az szörnyű, nem? Mármint. Hát ez a semmit nem öregettünk meg. Hát én anyának mindig azt szoktam mondani, hogy amúgy neki jobban is áll a kor. Szerintem ő korábban nem nézett ki ilyen jól, mint most. Sosem néztem ki olyan jól 20 évesen, mint ahogy a Lara. Tehát ugye ő most lesz 20 éves, és azért, ha visszagondolok az én 20 éves énemre, ilyen hatalmas nagy szemüvegbe, ilyen alsószeres szemüvegbe rohangáltam, az edzőterembe így ugrált a szemüveg a óratartás közben az orromon. Úgyhogy igen, tehát én is azt mondom, hogy szerintem nekem jól áll a kor, úgy, mint egy jó bornak, érek be a korral. És én nagyon szeretem a koromat. Na, nagyon, imádom. Ezt nagyon jó hallani. 45 éves leszek most nyáron, és tényleg így a fénykoromat élem. De milyen értelemben? Minden téren. Szerintem kicsit lelassultam, az mindenképpen jót tett nekem. Ideje volt. Engem egyetlen egy valami, vagy valaki tudna eltenni lábalól, én saját magam. Tehát tényleg így a munkának a megszállottja vagyok. És így korral szerintem kicsit lelassultam, alig várom, hogy egy 4-5-6 év múlva unokázzak, és sok unokám legyen, és vigyem őket mindenfelé. Úgyhogy szóval vannak terveim és álmaim, kicsit szeretném át struktúrálni az egész tevékenységemet, amit csinálok. Tehát marad a torna, de minden mással kiegészítve. Úgyhogy igen, én ezt most így nagyon élvezem. Nagyok a gyerekeim, gyönyörűek, tényleg van egy nagyon kedves ismerősöm, aki azt mondta, hogy Rékám, készen vannak a gyerekek, és tényleg készen vannak. Tehát most a sasfészekből próbálnak kirepülni, aztán gyorsan visszajönnek, és még most, de hát ennek szerintem a leválásnak meg kell adni az időt, nagyon nehéz elengedni őket, akár egy buliba is. Várj egy kicsit. Nehezen engedel buliba? Tulajdonképpen nincs olyan rossz szó, hogy nehezen engedel le vagy sem, mert nem járok bulizni tulajdonképpen már, vagyis hát mostanság egyáltalán nem voltam. Már, azt mondtad, hogy már. Hát volt egy időszakom, amikor nagyon sokat jártam, de most már nem élvezem tulajdonképpen annyira. Jobban szeretek csak így, hát hogyha éjszakában nyúló baráti találkozások vannak, az sokkal boldogabbá tesz, mint egy szórakozó helyen bulizni. Nyilván vannak alkalmak, amikor részt veszek, akkor nagyon szeretem, de akkor általában nem iszom, mert kényelmesebb autóval menni, és azzal hazamenni. Szóval ilyen nyugdíjas életet élsz már kicsit. Hát, lassan 20 évesen. Kicsit. Úgy érzem, hogy... Ő is lelassult. Hát nem tudom, tehát, hogy... Szóval voltak izgalmas tini évek, ha jól veszem hát ki így a szavaitokból? Igen, szerintem ilyen 14 éves koromtól ilyen 18-ig azért egy eléggé nehéz eset voltam. Azt hittem, sose lesz véged. Hál' Istennek most egy kicsit megnyugodott. Egyébként, de most már szerintem nincs annyi baj velem. Nagyon érdekes egyébként, hogy azt szokták mondani, hogy a lelki köldök zsinór, ugye az anya és gyermekei között egy életen át tart, és előfordul az, hogy sőt,
szerintem 10 alkalomból 8-szor pont akkor telefonálok, vagy írok egy üzenetet, amikor jön egy megérzés. Szóval, hogy sokszor egy buli alatt egyáltalán nem, és pont akkor, ugye, amikor tényleg vagy a gyereknek szüksége van arra, hogy nagyon érdekes, hogy egy anya megérzi, hogy a gyerekével valami van, valami történik, lemerült a telefonja. Tegnap este is volt egy olyan megérzésem Norbikával kapcsolatban, ami szinte mondatról mondatra megtörtént vele. Hazajött és elmesélte. Nagyon, tényleg ez egy nagyon érdekes dolog, és erről csak azért ejtek szót, mert amennyire én az elmúlt 4-5 évben fel voltam őrült módon pörögve a munkáimmal, hogy mentem, mint egy robot minden hétvégét, 4, 5, 6 fellépé, és ennek teljes egészében, ha most így beszélgettünk róla, és erre most, ezzel most szembesültem, hogy a Lara, mintha ennek lett volna teljesen a kopia. Tehát, hogy ennyire hatással van az, hogy egy édesanya vagy egy édesapa milyen energiával rezeg bent a családban. Úgyhogy... Amúgy igen, amióta így többet vagy otthon, mert ugye kicsit visszavettél azóta, szerintem így az egész család nyugodtabb. Igen. Úgyhogy ugye igen. Milyen érdekes egy anyának a szerepe, meg egy nőnek a szerepe a családban. Úgyhogy igen, tehát most ezt nem a Lara védelmére mondom, azt, mert szerintem nyilván egy fiatalnak meg kell tapasztalnia nagyon sok mindent ahhoz, hogy utána a saját kis útját élje, és hiszen ezen mi is keresztül mentünk, csak szülőként szerintem nehezebb, mint gyereknek. Hát meg ugye neked még az is, azzal is meg van fejelve, hogy ismert szüleid vannak. Annak minden előnyével és hátrányával, mert azért sok előnye is van, de sok hátránya is. Én azért hátrányát nagyon nem látom már. Tehát, hogy jó, lehet, hogy volt olyan év, amikor kicsit így, tehát, hogy apa azért sokszor nehezítette meg a helyzetünket a kommunikációjával. Milyen diplomatikusan fogalmaz. Az talán egy kicsit igen nehezebb volt, de én igazából csak előnyét találom ma már. Talán így bár én mondjuk párt nem keresek, inkább... Hogy is mondjam, tehát én nem nagyon vagyok ez a palizós típus, csak engem szoktak ugye megtalálni. Én talán ebben látom egy kicsi, hogy is mondjam, hátrányát, mert azt érzem néha a férfiaknál, hogy félnek megközelíteni. Mert hogy én vagyok a Sóbert Lara, és akkor atya úristen. De igazából mindenben szinte csak előnyére lelek, mert sokkal több lehetőségem van, akkor igazából én ezzel nem élek vissza, hogy ismert vagyok, inkább csak kihasználom. Mármint olyan szempontból, hogy minden lehetőség, ami elém kerül, azzal élek. Ez a nepo baby, igaz? Amit mondani szoktak. Igen, és erről igen. Mit gondolsz? Erről az egész jelenségről, meg hogy így most neki mentek így a nepo babyknek. Hiszen mindig így volt szerintem, amióta világ a világ. Nem? Igen. Igen. Nincsen különösebb véleményem róla. Ennyi. De azért az neked is izgalmas lehet, amikor esetleg jön egy ilyen támadás, mert azért titeket támadnak is, dicsérnek is, de támadnak is, ugye? Hát igen. Ennek a keresztüzében éltek már jó néhány éve. Igen, de ezzel azért így az évek során szerintem megtanultunk nem foglalkozni. Igen, abszolút. Érdekes, hogy ahogy megérkezett az életünkbe az internet, ugye most, ha visszagondolunk 20 évvel ezelőtt, azt se tudtuk, hogy mi az, hogy fényképezőgéppel a kezünkbe járkáltunk. Nem nagy volt szerencsénkre arra. Teszem igen, hozzá. Igen, van, nem volt lehetőség azonnal mindent rögzíteni. Tehát szerintem azzal az okostelefonok világával egyidejűleg egy nagyon-nagyon nagy veszély is bejött az emberek életébe, és ez most minden téren, tehát párkapcsolat, munka, sorolhatnám, tehát minden téren, és
közhelynek tűnik, hogy felgyorsult a világ, de el is vitte a világot, a mi világunkat, abba azt, amiben mi felnőttünk gyerekként. Az okostelefonok, az internetnek a világa. Ugye ez pont olyan, mint ismert ember gyerekének lenni, van előnye, van hátránya, tehát az internetnek is rengeteg előnye van, de szerintem nagyon sok hátránya is. És sajnos ennek ki vannak téve ezzel együtt a gyerekeink is, hiszen ha nem mutatod meg, akkor biztos valami baja van. Ha megmutatod, akkor miért mutatod? Ha egyszer olvastam egy nagyon-nagyon frappáns összefoglalót pont a Hódi Pamelától, és azt írta a Pami, hogy az, amit nem mutatsz meg az interneten, akkor az nincs is. Tehát, hogyha nem mutatod meg, hogy te tanulsz a gyerekeddel, akkor te nem tanulsz a gyerekeddel. Hogyha nem mész el, vagy nem mutatod meg a férjed, akkor nincs férjed, vagy... Tehát, hogy nagyon érdekes, tehát amit nem mutatsz meg az interneten, az nem is létezik. Ezt gondolják az emberek. Ha meg megmutatod, akkor meg mit mutogatod? És ugye nekünk az teljesen természetes volt a Norbival, hogy az egészséges életmód, az, ahogyan mi élünk, az, ahogyan mi szeretjük egymást, azok mi vagyunk, és az velünk együtt járó dolog, amire az emberek, mi nem azért mutattuk, meg mutatjuk, hogy mert kíváncsiak vagy nem kíváncsiak, hanem mi ezek vagyunk. És ezzel együtt ugye jöttek a gyerekekkel való együttes fotók, interjúk, úgyhogy... Közben tanultátok meg ezt kezelni. Igen, nem? Igen, szerintem közben tanultuk meg kezelni, és nyilván korral az ember bölcsebbé válik, felmerül benne a kérdés, hogy esetleg csináltam-e volna másképp, máshogyan valamit. Én nem igazán, tehát nem, mert ezek vagyunk mi. És az ember, hogyha esetleg, ugye említettel arra a Norbi nyilatkozatait, a Norbi egy nagyon őszinte ember, kos jegy szülöttje, kos csillagjegy, és őszintén, semmi sértő szándék nincs benne soha, hanem egyszerűen nagyon őszintén, nyersen fogalmaz, és lehet, hogy mondjuk ezt tőle kellene megkérdezni, hogy ő csinálta volna valamit másképp, de én azt mondom, hogy szerintem minden, amit az ember tesz és csinál, akkor abban a életkorban, amiben ő ezt teszi, az annak az életkornak a sajátossága, meg az ő életútja, és hogyha tud ebből tanulni, hiszen az egész életutunk egy tanulás, akkor szerintem minden úgy jó, ahogy van. Tehát, hogy nem vagyunk, minden ember az élete során tanul és tapasztal. Úgyhogy hát mi is ezt tesszük, és velünk együtt a gyerekek is. De pont ez a nagy különbség, az internet akkoriban nem jelenléte, és a te életedben meg abszolút jelenléte az, ami teljesen átvarázsolt mindent, hogy influencerek lettek az emberek, hogy egész más vált fontossá a célok elérésében, vagy hogy mi szeretnél lenni. Tehát annyira megváltozott ez a dolog, hogy például, hogy a te szüleid ugye keményen dolgoztak azért, hogy elérjenek oda, ahol most vannak. Most azt látni, hogy a fiatalok, tisztelet a kivételnek, de hogy ezzel az influencerkedéssel, vagy ezzel az interneten való jelenléttel, hát sokkal könnyebben tudják elérni azt a könnyen jött hírnevet, mint amiért ti sokkal tovább megdolgoztatok. Ezt érzed? Ezt a különbséget? Hát persze, hogy ne. Tehát, hogy én azért nagyon... Mert én azért, jó, én is influencerkedem, de nekem nem ez a végcélom. Tehát, hogy nekem is vannak terveim, amit kemény munkával szeretnék majd létrehozni. Nyilván ez az influencerkedés nekem egy olyan dolog, amit kihasználok, mert hát, hogyha jön a lehetőség, akkor a kis terveim mellett miért ne csinálhatnám, de nem ebből fogok megélni, és nem is ebből szeretnék megélni, és igen, azért az meg tud engem is lepni, hogy van, aki csak mond valamit, vagy így van egy vicces, vagy egy ilyen felkapottabb megjegyzése, és egyből sztár lesz belőle, és már mindenki ismeri Magyarországon,
És akkor így nézek, meg nyilván én is nagyokat nevetek rajta, meg így mondom, hogy hát, hogy ez tényleg jó arc, meg vicces, de hát azért nem tudom egy szintre rangsorolni, tehát nem tudom anya mellé, vagy a szüleim mellé helyezni ezeket az embereket, mert hát azért jó, oké, vicces meg minden, de hát azért nem ilyen elismerhető, mint például az én szüleim, akik tényleg kőkeményen dolgoztak azért, amiük most van. Úgy na, és ha már kőkeményen dolgoztak azért, amiük van, van egy ilyen remény tőletek, hogy, vagy felőletek, hogy a gyerekek folytassák azt, amit ti megalapoztatok? Nyilván a legnagyobb álmom, az én álmom az, hogy azt az utat, amit kitapostam, annak a folytatását, azt a Larának át tudjam adni, vagy Norbikának, vagy akár Zalánnak, de azt is nagyon-nagyon fontosnak tartottam mindig is, és most is, hogy az én álmom, az nem az ő álma. Uh-huh. És én nagyon hálás vagyok a szüleimnek, hogy rám soha nem erőltették rám azt, hogy én legyek mezőgazdász, vagy én nem tudom, tehát hogy az ő vonalukat kövessem és csináljam. Úgyhogy nyilván, hogyha növénymérnök szerettem volna lenni, és mindenáron az Agrár Egyetemre járni, akkor boldog, a édesapám nagyon boldog lett volna. De amikor egyszer elsétált értem még Jászberényben, az aerobik órám után este, és megkérdezte tőlem, hogy kisjányom, jó ez neked? Te szereted? És mondtam neki, hogy fú, én nagyon, nekem ez olyan érzést ad, amikor itt ugrálhatok egy órán keresztül, és akkor mondta, hogy hát jó. Úgyhogy tulajdonképpen a gyermekeink álmai, az ő álmuk kell, hogy legyen, hiszen akkor lesznek igazán boldog emberek, hogyha azt csinálják az életükben, ami boldoggá teszi őket, mert van egy ilyen mondás, hogy az az ember, aki azt csinálja, amit szeret, az egy napot sem dolgozik, és kevés az az ember, aki 14 évesen, vagy 18 évesen, amikor még 14 évesen nem is, hiszen akkor ugye jönnek a középiskolai évek, de aki 18 évesen azt tudja mondani, hogy én azért megyek az orvosi egyetemre, mert orvos szeretnék lenni. Elképzelhető, hogy így gondolja, de 2-3 év után ott hagyja az egyetemet, mert azt mondja, hogy nem, én a hobbimnak szeretnék élni, és horgászboltot fogok nyitni. Tehát, hogy van ilyen, van olyan, aki meri ezt meglépni, ezt a lépést, és onnantól kezdve válik igazán boldoggá. Nagyon sok olyan emberrel találkozom, aki 40-50 évesen is, még mindig nem azt csinálja, amit igazán szeretné, és minél előrébb haladunk az időben, vagy mondhatom azt, minél idősebbek vagyunk, annál nehezebben hozunk meg olyan lépéseket, döntéseket, amit mondjuk 20 évesen simán így meglépünk. Úgyhogy igen, vannak közös terveink a Larával, de az, hogy ez lesz az ő útja, azt majd ő eldönti. Hogyha ráérez ennek az ízére, amit nekem jelent az alakreform életérzés, a tornákból jövő energia, akkor boldog leszek, hogy folytatja. Lehet, hogy egy kis része lesz az életének, ha folytatja. Nem, ezt nem lehet előre, ezt nem tudjuk előre megmondani, de az biztos, hogy mind a három gyerekem teljesen más. Teljesen más. És pedig egy vérből valók vagyunk, de hogy teljesen mások, és ez nagyon klassz látni. Teljesen el vagyok alélva, amikor látom őket, és pont ma reggel jöttünk, amikor jöttünk ide, akkor arról beszélgettünk, hogy a Norbika hazahozott egy kis cicát, és ő hozta haza, a két tesó meggondoskodik róla. A Lara a szeretettel, de Lara állandóan szeretgeti, a kicsi, Zalán, ő eteti, az almot pucolja, nem? Ő a karbantartó. Igen, tehát fel vannak osztva a szerepek, és hogy itt is nagyon jól látszik, hogy mennyire mások. Hogy az állatok iránti szeretetük óriási, de azon belül a szeretetnek a hogyanja, a megosztása, az meg teljesen más, nagyon édesek.
És te most ezek alapján, amit anya felvázolt, most így hogy érzel, hogy így mi lesz ebből, milyen irányba mész ma? Aztán lehet, hogy 2 év múlva egész mást fogsz mondani. De lehet, hogy 2 hét múlva is. Az is lehet. Hát nem tudom, most jelen pillanatban mindenképp szeretném átvenni tőle ezt az egészet, vagyis nem is átvenni az egészet, csak ugye, amint mondta anya, ő most egy kicsit vissza szeretne vonulni, nem teljes mértékben, de ő inkább az élettapasztalatát, hát ilyen motivációs dologba szeretne átmenni, mert azért már ő sem, tehát ő már nem 20 éves, és érzi ő is, hogy tényleg vissza kell egy kicsit venni, mert nem tudja ezt élete végéig csinálni. Én meg természetesen ebben segíteni szeretnék neki, úgyhogy mindenképpen szeretném valamilyen részét átvenni tőle. Most el is kezdtem egy edzőit, úgyhogy most már tanulom. De én ugye hát szerelmes vagyok gyerekkorom óta a lovakba. Úgyhogy, tehát amit anya mondott, hogy nekem az olyan dolog, hogy egy percet sem dolgoznék, hogyha azt csinálnám, úgyhogy a lovas edzőit is szeretném elkezdeni emellett. Úgyhogy úgy néz ki, hogy én ezen a vonalon fogok elindulni. Én amikor egyszer megkérdeztem tőle, hogy Lereszkám, ha ki kell tűzni egy célt, mi az a kép, ami előtted van? És el tudnád képzelni egész életedben. És azt mondta nekem, sose felejtem el, hogy anya, ülök a házam tornácán, és nézem a lovaimat, ahogy ott a ház előtt legelésznek. Úgyhogy igen, hát vannak azért, de azért vannak az álmok, hogy megvalósítsuk, és ezért is mondtam azt, hogy a szülő álma az nagyon ritkán van olyan, egyesül a gyerek álmával. És szerintem nem szabad az álmainkat, a mi álmainkat ráerőltetni a gyerekekre, mert egy gyerek nyilván szeretne megfelelni a szülőnek, ez természetes. Azt érezni, hogy büszke rám az édesanyám, büszke rám az édesapám, tehát ez egy hajtóerő. De ezt ne keverjük össze azzal, hogy ráerőltetjük, vagy mindenáron abba az irányba toljuk, mert nem biztos, hogy, sőt, szerintem nem teszünk vele jót. Lehet őt terelgetni, lehet neki lehetőségeket teremteni és mutatni a szülői házon belül, de hogyha neki más az nem, akkor abban kell támogatni. Lara azt a szót említette, hogy motiváció, hogy ezzel szeretnél foglalkozni. Nyilván az embereknek az elmúlt hát évtizedekben most már mérhető, hogy nagyon jó példával jártál elől, de azért, ha úgy megnézzük úgy általában az emberek akár fizikális, akár mentális állapotát, hát az közel sincs a toppon. Tehát azért a motivációval lenne mit kezdeni. És biztos vagyok benne, hogy sokszor megkaptad ezt is, hogy neked könnyű, mert nem tudom, mert van bejárónőd, meg vigyáznak a gyerekeidre, meg van időd mozogni, stb. De hát ez annyira nem igaz, mindannyian tudjuk, hogy mennyi munkát beleraktál ebbe sok éven keresztül. Tehát, hogy ez a fajta motiváció, hogy mit üzennél, vagy mit tudsz mondani az embereknek, akik azt mondják, hogy ezt a kifogást hozom föl ma, azért nem tudom ezt csinálni. Én azt szoktam mondani, hogy egyetlen egy embert, tehát nézhetjük a világban az embereket nagyító alatt, de amikor a nagyítót letesszük, és ugye a nagyító az, amikor mások életével foglalkozunk, amikor a nagyítót letesszük, és lefekszünk este aludni, akkor egyetlen egy embert nem tudunk becsapni, és az, akivel 24 órában együtt élünk, önmagunkat. Tehát Én nagyon-nagyon sokat foglalkoztam, és foglalkozom a mai napig azzal, hogy Rubint Réka megismerje Rubint Rékát. Tehát az önismeret szerintem nagyon fontos. Amikor a Larával kismama voltam, 7 hónapos várandós, akkor kezdtem el járni egy légzésterapeutához, mert rengeteg támadást kaptam, ugye akkor még csak a sajtóhasábjaink keresztül,
és szerencsére még nem volt internet, és nem voltak arc nélküli kommentelők, mert azért abban az állapotban, áldott állapotban, fiatal nőként, egy ismert ember feleségeként biztos, hogy nagyon-nagyon megviselt volna, és nem is gondolják ezek az emberek, hogy az interneten tényleg arc és név nélkül, álneveken milyen kárt okozhatnak akár egy fiatal lány, egy fiatal fiú lelki világában, de nem kell ehhez fiatalnak lenni, tehát akár egy várandós, ismert ember életében is még sorolhatnám. Ilyenkor mindig azt mondom, hogy érdemes lenne feltenni az ilyen embereknek a kérdést, hogy mit éreznél, ha te gyerekedet? Mit éreznél, ha téged bántanának alaptalanul, úgyhogy talán sosem, sőt, biztos vagyok benne, hogy sosem találkoztunk egy percet és pillanatot sem. Úgyhogy de közben most meg már azért tudod azt, hogy vele van a baj. Hogyne. Tehát én azt üzenném azért az embereknek, hogy és minden embernek, hogy lépjenek ki a félelmeik rácsai mögül, és merjenek szembenézni önmagukkal. Mert addig, amíg egy pajzs mögött néznek másokat nagyítóval, és önmagukkal nem tudnak szembenézni a félelmeikkel, rengeteg ember fél, szorong, retteg, és ezen kellene változtatni. Ez nagyon nehéz. Szerintem ez nehezebb, mint megszabadulni 50 vagy 60 kilótól, vagy az utolsó 5 kilótól, a mumustól, hogy már csak 5 kilót kellene fogynom. A lelki világunkban rendet tenni, és megtanulni, szeretni, és elfogadni önmagunkat, és a hibáinkat nem tragédiaként, meg a velünk történt dolgokat nem tragédiaként kezelni, hanem lehetőségként, hogy nem azt mondani, hogy Istenem, miért tetted ezt velem, hanem köszönöm Istenem, hogy ideadtad nekem ezt a jelet, hogy én ebből tanuljak, változtassak, hogy az életutamon előre haladva a feladataimat teljesítsem. És én ezt üzenném az embereknek, hogy merjenek szembenézni a félelmeikkel, merjenek, hogyha kell szakember segítségét kérni. A szakember az nem feltétlenül nem feltétlenül pszichológusra, terapeutára sorolhatnám, mit értek. Lehet az egy edző, lehet az egy lelkész, ugye mindenkinek más. Én emlékszem, amikor kislány voltam, és a nagyszüleimhez mentem hétvégenként, akkor mindig mentek templomba. És akkor a nagymamám mindig mesélte, hogy gyóntak. Ugye, hogy pont a múltkor beszélgettem a Norbival arról, hogy az emberek nagy része, és sokakat ismerek, akik járnak pszichológushoz, vagy egy coachhoz, teljesen mindegy, hogy minek nevezzük, ahol ugye leteszik a kis lelküknek a nehézségét, és megtisztítják a lelküket, a lelki világukat. Régen ugye a nagyszüleink nem pszichológushoz jártak, hanem eljártak a templomba, és gyóntak. Úgyhogy tulajdonképpen semmi nem változik. Annak kellene változnia, hogy merjenek az emberek változni és változtatni azon az úton, amin haladnak, ami esetleg tele van félelemmel, szorongással. Na, de hogy kezdjünk hozzá? Te jön a következő kérdés. Ehhez egy nagyon jó segítség, a sportcipő, amiben benne van minden, amire a lelkünknek szüksége van. És én mindig, amikor fáradt vagyok, és úgy érzem, hogy tele van a fejem mindennel, tegnap este is így volt, felhúztam a sportcipőmet, egy 60 percet, tehát nem többet, 60 percet sportoltam otthon, most már az internet lehetővé teszi, tehát most már tényleg az sincs, hogy nincs időm elmenni, mert oda kell menni, le kell parkolni, be kell menni, át kell öltözni, nem tudom, hogy mit csináljak az edzőterembe. Az ember beírja a YouTube-on éppen azt, akinek a tornájára, mondjuk az enyémre most nem tudnak tornázni, mert ellopták a YouTube csatornámat, úgyhogy, és most próbálom visszaszerezni, illetve egy újat építeni, de hát tudjuk, hogy ez nem két perc.
310-315 videó volt fönt, úgyhogy az rengeteg embernek adott a világ minden pontján minden egyes nap motivációt. Uh-huh. Tehát visszatérve, hogy hogyan kezdjük, akár egy sportcipővel, otthon egy kis pólóba, meg egy rövid nadrágba, ott, ahol senki nem lát, tehát még attól sem kell félni, hogy majd mit szólnak az edzőterembe, ha én bemegyek, mert a sport az egy olyan energiacserét csinál az embernek a testében, lelkében, és eredményt ad, ami szerintem egy nagyon jó kiinduló pont ahhoz, hogy az ember változni tudjon. Ez, tehát a lelki bajokra a fizikai megoldás milyen jó gyógyír lehet, mint kezdő löket. Igen, és amit a Lara mondott, hogy szeretnék kicsit visszább venni, vagy visszavonulni. Nem is visszavonulni, hanem ez nem jó szó, hanem szeretném a palettát szélesíteni. Uh-huh. Tehát, hogy a mozgás mellett egy olyan útmutatót is adni az emberek kezébe, ami a lelkükre hat, ami a lelkükben történik. És hát ezt meg szoktam most is tenni a tornáim végén, a táboraimban, de nyilván ott csak azok hallják, akik éppen akkor ott vannak, és jelen vannak. Úgyhogy most 2023-ban nagy hangsúlyt fogok fektetni a paletta kiszélesítésére, de hát mindig kellenek álmok, mindig kellenek célok, mindig kellenek olyan dolgok, amik engem is motiválnak, és ez egy nagy motiváció, hogy motiváljam az embereket a sporton és egyéb máson keresztül is. Hát azért szerintem az elmúlt 3 év, ha így visszagondolunk, kezdve ugye a pandémiával, folytatva a háborúval, stb., szóval, hogy ezek nem voltak könnyű évek, és azt mondhatjuk, hogy ez úgy rányomta a bélyegét az emberek hangulatára, vagy érzéseire, vagy lelki világára. Ezt a fiatalok körében is érzed, Lara? Hát maximum... Most így ezt a háborút annyira nem, meg én nem is nagyon szeretek így a politikával foglalkozni, én teljesen elzárkózom ellene, jobb, ha nem hallom. Mm-hmm. Hát ez a pandémia, az tényleg az nehéz volt, mm-hmm. tehát hogy az nagyon ez az online tanítás, ez nyilván sokkal kényelmesebb volt, viszont kevésbé figyeltünk oda az órákon, és ezt később, ezt évekkel rá éreztük meg igazán, hogy ott kellett volna lenni, még hogyha képernyőn keresztül is. Az nehézkes volt, meg hát ugye az, hogy mi azért tényleg így a nagyszüleinkkel is nagyon-nagyon félve találkoztunk, meg konkrétan be kellett öltözni, hogy egyáltalán megközelíthessem a nagymamámat, vagy bárkit. Illetve mondjuk olyan szempontból én nagyon-nagyon szerettem, hogy együtt volt a család, tehát nem mehettünk egyáltalán sehova, és nagyon-nagyon sok időt töltöttünk otthon együtt, nyársaltunk, sétáltunk az erdőbe, amit így nagyon így a hétköznapokban amúgy nem tesz meg az ember. De hát igazából az minket így, meg engem, meg a barátaimat olyan szempontból érintette meg, hogy nem nagyon sokat találkozom a barátaimmal, hogy őszinte legyek, nem azt mondom, hogy nincsenek, de nincs sok időm rá. Viszont akkor azért megéreztük, hogy nagyon-nagyon hiányoztunk egymásnak, és körülbelül csak úgy tudtunk együtt lenni, hogyha egymáshoz költöztünk, mert ugye seki sebelem volt, és tényleg olyan volt a város általában, mint hogyha kihalt volna. Igen, tehát ez egy kicsit nyomasztó igen. volt, viszont amikor otthon volt az ember, én nekem az egy ilyen töltődést adott. Tehát én nagyon szerettem, én nagyon hasznosra fordítottam ezt a lezárást. Én minden nap eljártam futni, lovagolni jártam, tehát azokra a dolgokra volt időm, amikre igazán vágyom így a szürke hétköznapokban. És egyébként az időszak, az megmutatta azt, hogy enélkül, az őrült pörgés nélkül hogyan lehetne élni. Milyen boldogan, stresszmentesen. Hogy hogyan igen. lehetne. Tehát ahogy mi felnőttünk gyerekként, azt mutatta meg a mi gyerekeinknek. Nagyon érdekes, ugye, hogy az élet hogy rendezi.
És én mindent próbálok úgy nézni, hogy minden okkal történik, és minden dolog, minden, ami történik, egy lehetőség arra, hogy megvizsgáljuk, hogy ez egy jel, hogy hogyan is lehetne, hogyan kellene, hogy legyen, hogyan kellene azt a nyugalmat a családok életébe bevinni, amit ott a COVID alatti időszak hozott. Nagyon sokat elvett, sajnos, de nagyon sokat is adott szerintem. És hát nekem számtalan ismerősöm van, aki rájött, hogy tulajdonképpen egy vadidegen emberrel él együtt, és hányan elváltak, mert össze voltak zárva, és el kellett viselni a másik embert. Nálunk meg pont az volt, hogy annyira jó volt, hogy úristen, hogy még többet lehetünk együtt. Tehát nagyon sok aspektusból lehet ezt nézni. Sajnos én is az édesanyámat a COVID szövődményéből jövő tüdőembólia miatt elveszítettem, és azért is mondtam, hogy nagyon sokat elvett az emberek életéből a COVID, de közben megmutatott sok olyan dolgot is, amire, hogyha az ember ránéz, és próbálja megvizsgálni a dolgokat, akkor tanulhatunk is belőle. Azért a nap végén szerintem mindannyian szeretetre vágyunk, és közösségre, annak azért nagyon komoly megtartó ereje van, és te azért a mozgáson keresztül közösséget is építettél. Igen. Többféle módon nyilván. A jövőbeli terveidben ez a fajta közösség megtartás hol szerepel? Azt mondta nekem egy asztrológus, Izin Klára, nagyon-nagyon szeretem a Klárát, hogy benne van a születési képletemben, hogy nagy családom lesz. Egy gyermeket terveztünk a Norbival, 3 lett belőle, és azt mondta a Klára, hogy ez nem csak a szűk családomra értendő, hogy nagy családos vagy nagy családom lett, hanem a munkámra is. És igen, úgy érzem, hogy ez a közösség, akit a sport szeretete által összekapcsoltam, mert ez egy energia, ez egy olyan összekapcsolódás, amit tényleg, ha az ember ott van, akkor érzi, és válik a részévé. Igen, egy hatalmas nagy családot sikerült létrehoznom, és teljes egészében ott szerepel a kis családom mellett. Tehát azt kell mondjam, hogy van a kicsi családom, és a kis családomnak a folytatása ez a nagy család. És imádom a vendégeimet, imádom azokat a pillanatokat, amit együtt vagyunk. Legyen az egy éjszakás tábor, 2 éjszakás tábor, 10 napos tábor, vagy akár a Rozsnyai utcai edzéseim. A gyerekek tudják, hogy abban a pillanatban, hogy megérkezek ebbe a közösségbe, ott anyát elvesztettük. Igen. Annyitól kezdve se kép, se hang. és imádom, és mindegy, hogy hajnal 2, hajnal 3 óra van, hajnal 4 óra. A múltkor rám üzent Norbika ilyen hajnali 1:30-kor, ment a táborban a buli, és kérdezte, hogy anya, hol vagy, gyere vissza, mert meghal a buli. Tényleg így volt. Anya felment, nem tudom mit csinálni, talán Zalánnak, vagy cipőt cserélni, meg Zalánt altatta, és addig mindenki ült. De előtte bulisztak, utána leült mindenki, és akkor tényleg már mondtam Norbikának, hogy ezt észrevetted, mert ez botrány. Igen. És akkor mondtuk anyának, hogy jöjjön vissza, és onnantól kezdve megint folytatódott a buli. Igen, igen. Úgyhogy... Mint egy ilyen elem lenne, tényleg anya, hogy... A Duracell nyusziba. Igen, én nagyon szeretem, imádom. És a Norbival mi sem járunk szórakozni, tehát nem járunk el az éjszakába. Lehet, hogy egyébként én hiszem azt, hogy azt, amit az ember mutat a gyermekeinek önmagán keresztül, az nyilván a részükké válik. Tehát sem Norbika, sem Lara nem egy ilyen nagy... Tehát nem úgy kell elképzelni, hogy csütörtökön elkezdődik a hétvége, és akkor csütörtök, péntek, szombaton buliznak, egyáltalán nem. Nem, tényleg akkor járunk, hogyha vagy valami születésnap van, vagy akár szilveszter, vagy ilyesmi, akkor azért kitomboljuk magunkat, de annyi pont elég. Igen, mert hogy viszem magammal mindig őket. Igen. A táborokba, és azért tábor az havonta egyszer van,
de két havonta mindenképp, és azért ott kiengedi mindenki a gőzt, van DJ, van sztárfellépő, tehát mindig van, havonta egyszer mindig van egy olyan lehetőség arra, hogy mi is a Norbival bulizzunk egyet. Egyébként pedig a hétköznapok során rengeteg teendő van a cégekkel, a gyerekekkel kapcsolatosan, tehát tényleg örülünk, hogyha este leülünk a tévé elé, és egy kicsit át tudjuk beszélni, hogy mi történt napközben, belenézünk egy filmbe, 10 perc múlva mind a ketten alszunk. Tehát, hogy igen, mi egy abszolút nyugodt életet élünk, maximálisan. Hát a titok biztos abban, hogy nem félig üres az a pohár, hanem félig tele van. Igen. A kérdés pedig az, hogy ez honnan jön? Szerintem, ahogy említettem, a szülői minta az nagyon-nagyon sokat számít egy gyerek életében, és én mondhatom azt, hogy én egy csodálatos családban nőttem fel. Az édesanyám volt a tűzőre, az apukám pedig az a háttérország, ahol mindig biztonságban érezte magát a család, és nyilván köztük is voltak súrlódások, de törekedtek arra, hogy addig, amíg mi el nem repültünk a sasfészekből, addig egy olyan harmóniát és egy olyan békét biztosítsanak számunkra, ami szerintem egy gyerek számára a legfontosabb. Tehát én azt szoktam mondani, hogy teljesen mindegy, hogy az ember hol él és milyen körülmények között, a gyereknek a legfontosabb az édesanyja és az édesapa szeretete, az egymás közötti harmónia, mert hogyha az megbillen, akkor a gyerekek megrémülnek, hogy Úristen, a két biztos pont, anya és apa, hogy csak ők, ugye minden gyereknek ez a legfontosabb, hogy anya és apa ott legyen. Egymásnak és nekünk, gyerekeknek. És én ebben a mintában nőttem fel, úgyhogy és hát szerencsére megtaláltam azt a párt, a Norbit, aki ebben maximálisan partner, mert akármikor felhív, és véletlen ki van hangosítva, akkor a körülöttem lévők ugye mindig azt mondják, hogy 22 év után veled így beszél a férjed, ugye? Szia kincsem, kicsi szerelmem, és ez mindig így van. Tehát ez tényleg, ha feszülten, idegesen megyek haza, ha bármi van a Norbinál, az, hogy velem ahogyan beszél és ahogyan bánik, az szerintem az példaértékű. Tehát az egyszerűen... Néha már idegesít is téged, olyan cuki. Igen. Tehát reggel zuhanyzok, és akkor áll ott a kis kávés bögrével a zuhanyzó mellett, és így nyújtja be, hogy megiszed a Norbi, és legalább zuhanyozni hagyjál. Tehát, hogy igen, nagyon figyelmes. Nagyon-nagyon figyelmes. És én mondhatom azt, hogy ha ezt nézzük, akkor én megtaláltam azt a párt, aki maximális figyelemmel és szeretettel, és mondhatom azt így 22 év után is, hogy szerelemmel van irányomban. Tehát az a Norbi, akit te megismertél 21-22 évvel ezelőtt, ő most is olyan. Sőt, mondhatom azt, hogy még inkább elmélyült ez az érzelmi kapcsolat, hiszen az évek során nagyon sokat dolgoztunk azon, hogy ez így legyen. És a másik pedig ez, hogy dolgozni kell. Tehát dolgozni kell a kapcsolaton, de nyilván kell hozzá egy olyan, a másik oldalon egy olyan fél, aki befogadó. Mert hogyha csak az egyik akar dolgozni azon, és a másik nem, akkor nyilván akkor ez zátonyra tud futni. De nálunk is voltak hullámvölgyek, mint minden kapcsolatban, mert aki azt mondja, hogy nincs, az hazudik. De hát amikor a völgy alja felé közeledtünk, akkor ketten dobtuk föl a kötelet, és szépen másztunk fel egymás segítve. És ez a lényeg, hogy nem hagytuk ott a másikat a völgy alján, hogy jó van, akkor én most fölmászok, mert most már elég volt, hanem fölsegítettük a másikat is, hiszen, ahogy említettem, minden nehézség egy lehetőség arra, hogy az ember fejlődjön. És amikor van egy párkapcsolati nehézség, abból mind a két ember tanul. Az is, aki segíti a másikat, és az is, akit segítenek. Csak hát két ember kell hozzá, úgyhogy
Igen, igen. Sok völgyet megjártunk. De ez milyen fontos üzenetem anyától, hogy elmondja, vagy te a saját füled hallatára hallod azt, hogy azért ez nem fenékig tejfel, tehát nem csak jó része van ennek ja, a kapcsolatnak. Én is tapasztaltam már. Igaz, hogy csak 19 éves vagyok, de anya tudja, hogy ezért én is sok rossz dolgon átmentem, úgyhogy ez igen, én is tisztában vagyok vele, amit anya mond. Szóval akkor a lényeg a nap végén a kommunikációban van, igen, gondolnám igen. Én. Ez a lényeg, hogy meg tudjátok beszélni, és fel tudjátok dolgozni ezeket. A kommunikációban, és abban, hogy szerintem az nagyon fontos, hogy fogadd el azt, hogy a másik ember benne van a szóban más. Uh-huh. És hogy amit az előbb is mondtam, hogy az álmaidat, a szülő az álmát ne erőltesse rá a gyerekére, uh-huh. Mert a gyerekének más az álma. Uh-huh. Tehát a másik ember egy más családi modellben nőtt fel, elképzelhető. Más nyomdákat hozott a kis magzati életétől, elkezdve a gyerekkorán keresztül. Van, aki édesanya nélkül nőtt fel, van, aki édesapa nélkül nőtt fel, van, aki árván nőtt fel. Tehát ugye annyira sok modell van. Van, aki egy bántalmazó kapcsolat, szülői kapcsolatban nőtt fel. Van, aki olyan szeretetben, hogy ő nem is tud más csinálni, csak szeretetet adni. Tehát minden embernek más a szeretet nyelve. És amikor két olyan ember, aki úgy gondolja, hogy hát sok közös van bennünk, kössük össze az életünket, akkor is az a két más ember találkozik, és egy teljesen más közös nevezőt kell létrehoznia, mint amiben ő felnőtt. Úgyhogy hát ennek a közös nevezőnek a felrajzolása és a megerősítése, ugye, amikor valamit nyomatékosítani szeretnénk a papíron, akkor akár háromszor is aláhúzzuk, vagy kiemeljük szövegkiemelővel. Na, ennek a közös nevezőnek a megrajzolása, a megerősítése. Szerintem ez a kapcsolatnak a titka. Az, hogy ez minél, ez a közös nevező, ez minél erősebben legyen azon a papíron megrajzolva. Nálatok az alapközös nevező egyébként a sport volt? Az alapközös nevező? Hát, azt gondolják az emberek, hogy igen, de szerintem mind a kettőnknek nagyon-nagyon jó a humora. Az enyém egy kicsit ilyen szarkasztikusabb, tehát szerintem a humor az nagyon-nagyon fontos volt a mi kapcsolatunkban. A figyelmesség. Az, hogy olyan volt, mintha, nem tudom, 100 éve ismernénk egymást, és ez az első pillanattól így volt, hogy nagyon-nagyon sok olyan dolog van az életünkben, ami közös. Ugyanazt a konyhát szeretjük, ugyanazokat az ízeket, ugyanazt a zenét. Tehát ez a közös érzelmi rezgés, ez nagyon-nagyon hasonló volt. És csak azután jött az, hogy egyébként te milyen órát tartasz, és uh-huh. Igen, tehát az energia volt a közös. Az, hogy a Norbi is egy, hát világ életében egy ilyen nagyon impulzív ember volt, én is, és ez a két energia összeadódott, és szerintem megsokszorozódott. Azt hiszem, hogy ezzel mindannyian így vagyunk. Nagyon köszönöm ezt a nagyon jó kis beszélgetést mindkettőnknek. Köszönjük szépen, köszönjük. 98.6 Manna FM. Élet, öröm, zene. Iratkozzatok fel és nyomjátok meg a csengőt, hogy azonnali értesítést kapjatok legújabb tartalmainkról.